A Spice második alkalommal, május 7-én, ismét 9 és 15 óra között várja a kézműves termékek iránt elkötelezett vásárlókat. Tolna megye számos pontjáról érkeznek a termelők, és ezúttal is lesznek kísérő programok. A kicsik például a paraszti kultúrával ismerkedhetnek a sáfrányházas pár segítségével. Most nem 20, hanem 30 termelő látogat el ide a megye több pontjáról. Több szereplő is lesz, és reméljük, hogy a látogatószámot is meg tudjuk ismételni, mert márciusban nagyon nagy volt az érdeklődés, reméljük, hogy ez most is beigazolódik, nagyon jó programokkal készülünk. Ismét lesz játszóház, aminek az Erzsébet nagy szálloda Teller terme biztosít helyszínt, illetve most pihenőszigeteket is kihelyezünk, hogy egy kicsit itt marasztalósabb legyen a rendezvény, könnyebben lehessen fogyasztani. Az Erzsébet nagy szálloda kinti grillterasszal készül, és hát nyilván a termelők megint nagyon finom portékákat hoznak, lesznek mangalica termékek, füstöltárú, sajtok, szörpök, lekvárok, befőttek, úgyhogy nagyon sok mindent érdemes itt beszerezni, körbenézni. Ezúttal Paks két fontos partner települése, Kalocsa és Kaposvár is részt vesz a Spice-on. A kalocsai kézművesek a helyszínen népviseletben készítik majd díszeiket, Kaposvár pedig a somogyi ízeket hozza el a paksiaknak. A termelői piac idején forgalomkorlátozásra kell számítania a Dunapart felé közlekedőknek. Mivel több szereplős lesz, a 30 termelőt úgy tudjuk elhelyezni itt a Szent István téren, a sátrakat, pavilonokat felállítani, hogy a Dunapart felé lekövezett macskaköves utat le kell zárnunk a forgalom elől. Természetesen ezúttal sem maradhat el a nyereményjáték sem. A szervező Agrikum fődíjként a Spice végén egy több kilós fűszeres sajtot, valamint egy szalámit sorsol ki azok között, akik a piacon kihelyezett nyereménykártyák közül kitöltenek egyet és bedobják a gyűjtőedénybe. A rendezvény rossz idő esetén sem marad el, a szállodán belül zárt térbe költözik.